Köszöntöm Önöket, ez a közügyek kissé kései időpontban a megszokotthoz képest, hiszen élőben közvetítettük a Magyar Nemzeti Tanács ülését, ez is témája lesz a mai közügyeknek. Aztán további témáink még felújítják a Szabadkai Szent Teréz Székesegyházat, megjelenik a szerb-magyar középszótár, és szigorodik a közlekedésbiztonsági törvény. Ezek tehát témáink, maradjanak velünk, kezdünk! Van egy témája, vagy hozzászólna? Kattintson ránk! Közügyek a Facebookon is. Kedvelje és ossza meg! www.facebook.com/közügyek Mindjárt a Magyar Nemzeti Tanács mai üléséről is, előtte azonban arról, hogy 65 millió dinárral támogatja a Szabadkai Szent Teréz Székesegyház felújítását a Magyar Nemzeti Tanács. A pénzt a magyar kormány biztosítja a munkálatokhoz. Az önkormányzat már megkezdte az épület állapot felmérését még tavaly. Szabadka polgármestere és az MNT elnöke pedig a napokban arról írt alá megállapodást, hogy az önkormányzat átruházza a feladatok elvégzését az MNT-re. Több mint 200 éve áll már Szabadka központjában a Szent Teréz Székesegyház. A 19. század végén ez volt a második legnagyobb plébánia az egész Magyar Királyságban. Ugyanebben az időszakban, azaz több mint 100 éve történt, hogy a bazilika fala az alapoktól a tetőig megrepett, valószínűleg a süllyedés miatt. A repedést ugyan megállították, de ez idáig nem sikerült teljes mértékben megoldani a problémát. A Szabadkai Önkormányzat egy szakértőkből álló csoportja 2014-ben felmérte az épület állapotát, valamint elkészült a projektdokumentáció, amely alapján el lehet végezni a teljes villanyhálózat felújítását. Eddig jutottunk el azzal, hogy mi ebben az évben úgy gondoltuk, hogy majd folytassuk ezt a programot. Most viszont egy olyan helyzet alakult ki, ami nagyon pozitív és ami üdvözlendő, arra vonatkozóan, hogy a Magyar Nemzeti Tanács komoly támogatási pénzeket kapott, ami alapján igazából és komolyan hozzá lehet fogni a kivitelezési munkálatokhoz is, és ennek a függvényében a Szabadkai Önkormányzat átruházza további feladatoknak az elvégzését a Magyar Nemzeti Tanácsra. A szerződést Maglai Jenő Szabadka polgármestere is Hajnal Jenő az MNT elnöke látta el kézjegyével. A tanács a szabadkai püspökséggel együttműködve viszi tovább a projektet. A polgármester által említett komoly támogatás 165 millió forintot, vagyis több mint 65 millió dinárt jelent. Ez a magyar kormánytól érkezik az MNT-hez. Ennek köszönhetően megújulhat a Székesegyház homlokzata. Nagyon komoly alapos talajmunkálatokat kell elvégezni ahhoz, hogy kiderüljön a repedésnek az oka, hogy olyan stabil, biztos alap ágyba lehessen fektetni, medencébe lehessen fektetni a tornyot, hogy megállíthatóvá váljonak ez az állapot. A teljes rekonstrukció néhány éven belül befejeződhet. A Szent Teréz Székesegyház épületén legutóbb több mint 3 évtizeddel ezelőtt végeztek felújításokat. A közügyek vendége pedig Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, és Paskó Csaba, az MNT végrehajtó bizottságának tagja. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt vannak. Jó estét kívánok. Ön Újvidéken kell hamarosan, hogy egy előadást tartson, ezért kezdünk most ezzel a témával. Megkérném önt is, hogy az MNT egyéb napi rendi pontjairól a későbbiekben beszéljünk majd. Kezdjük akkor a Szabadkai Szent Teréz Székesegyház felújításával. Először is az egyház számára ez mit jelent? Természetesen egy óriási öröm, és nagyon fontos volt ez az együttműködés megkezdése a városvezetésével, Maglai Jenő úrral, polgármester úrral, és nagyon pozitív és nagyon szép előre haladások történtek ezzel kapcsolatban. Természetesen állagfelmérések és bizonyos tervek készültek még csak el. Konkrét beruházásokról még nem esett szó. Az MNT-nek felajánlott pénzösszeg, amely a magyar államon keresztül jött el hozzánk felajánlásként, és megkeresse a Magyar Nemzeti Tanácsot. Ez egy fantasztikus dolog, hogy ezek a tervek, amelyek eddig csak tervként szerepeltek, konkrétumokká válhatnak. Ugye megszoktuk már itt nagyon sokszor, hogy sok mindenről beszélünk, nagyon sok vágyaink vannak, és ritkán valósulnak meg, konkretizálódnak, főleg, hogyha egy ilyen fontos műemlékhez kötődik,
működik, mint például maga a Székesegyház, maga a nagy templom. Itt nőttem fel gyakorlatilag, én bajmoki vagyok, kisgyerekkorom óta mindig ott állt meg a busz, és mindig megdöbbentett a nagy repedés a Székesegyház homlokzatán, és ez ma is így van, amikor Ausztriából, Magyarországról hozok vendégművészeket, ez az első kérdés, hogy mi az a nagy repedés, hogy ez nem-e veszélyes dolog. Ugye, tehát én, mint Székesegyház káplánja, karnagya, tudom, hogy a templom megépítése után már az 1800-as években különböző külföldi, sőt Franciaországból felkért mérnökök voltak itt, hogy megnézzék, megállapítsák, és megmondták már akkor, hogy a magas talajvíznek köszönhetően a löszös talaj, és a cölöpökre épített torony egy picit megült. Tehát ez a repedés, ez gyakorlatilag ott van a templom megépítése óta, nagyobb veszélyt nem jelent, esztétikailag viszont csúnya. A harangok mozgása, ugye kevesen tudják, hogy az öt nagy harang a Székesegyházban, ha megszólal, főleg a 9 mázsás püspöki harang, akkor sokszor 12 centis kilengései vannak a tornyoknak. Ezt én például, amikor föntülök az orgonánál, egy vasárnapi szentmisénél, határozottan, mintha pici kis földrengés lenne, érződik. És ezért ez a mozgás, ez mindig ott van, tehát a mérnököknek ez egy komoly feladat lesz ám ezt a repedést eltüntetni, egy elasztikus habarcs, vagy nem tudom én mi lesz ez nem az én feladatom, hogy eldöntsem. Kíváncsian állok majd a megoldás elé, hogy hogyan fogják azt a repedést ott eltüntetni, de az egyház részéről ez egy óriási nagy öröm, és azt hiszem, hogy a város részére is egy óriási nagy műemlékkel fogunk gazdagodni, és hát egy csodálatos építmény fog teljes pompájába visszakerülni. Kinek mi lesz itt a feladata, kinek az elképzelései fognak majd érvényesülni, vagy pedig egy összefogás körvonalazódik ismét? Hát mindenképpen a tulajdonos érdekei, a Szabadkai püspökség érdekeinek kell érvényesülnie, hiszen az a legfontosabb, hogy egy szakrális építmény visszakapja fényét, ragyogását, de ugyanakkor rendeltetésének teljes egészében eleget tudjon tenni. A Nemzeti Tanács erre az épületre így is néz, de ugyanakkor úgy is, mint egy kiemelt, nagyon fontos a magyarság szempontjából is jelentős műemlékre. Olyan épített örökségre, amelynek a gondozása, törődése feladatunk, és amikor a magyar kormánynak az a lehetősége kínálkozott, hogy kiemelt jelentőségi, nemzeti jelentőségű kulturális programon belül lehetne egy nagyobb összeget kapni, akkor a korábbi tervek alapján, amelyeket már Szabadka város önkormányzata elindított, elkezdett, hogy ezekhez hogyan tudunk mi kapcsolódni, és hogyan tudjuk úgy segíteni ezt a programot, ahogyan hát a jó Isten is úgy akarta, hogy közvetítőként közreműködjünk, és elinduljon ez a folyamat. Tehát amikor az elvi megállapodást kötöttünk a szabadkai önkormányzattal, akkor lényegében abban egyeztünk meg, hogy elindult egy folyamat, és ebben a folyamatban mi folytatjuk az elkezdett munkát, hiszen elkészültek a tervfeladatok, hogy hogyan, miként kell a teljes felújítás, rekonstrukciót elvégezni. A szabadkai önkormányzat már lehetőséget teremtett arra, hogy a villanyhálózatnak a teljes felújítása megoldódhat, erre költségvetési kereteket is előirányoztak. Mi nekünk pedig most a tervfeladatok alapján a teljes rekonstrukciós tervet kell kidolgoztatnunk, és azon belül az első szakasznak a felújítását kell elvégezni, ez pedig elsősorban azt jelenti, hogy stabil, biztos alapokra helyezni a toronylábakat, a repedést kijavítani, és hát a templomnak az első részét össze, tehát a maga pompájában, szépségében rendbehozatni. De a teljes épületre elkészülnek a tervek, és hát azért volt fontos ez a megállapodás, hogy összhangban legyenek ezek a munkálatok. Mikor kezdődnek meg ténylegesen fizikailag ezek a munkálatok, és ez mennyiben befolyásolják majd az egyházi életet? Az egyházi élet az belül zajlik, nyilván a szentély, és azon belül tehát a templom hajóterében. A munkálatok azok elsősorban is kívülről zajlanak majd, és nyilván amikor, ahogy elnök úr mondta, sokkal fontosabb most az a fázis, hogy mindent előkészítsünk, tehát itt mérnököknek a felmérései, a geodéziai, és minden más, amihez én most nem értek, ezért nem akarok itt mindenféle
kifejezést használni, amelyek esetleg nem pontosak, tehát amelyek felmérik és elkészítik azokat a szakterveket, amelyek alapján majd a kivitelezők ezt lebonyolítják. Talán ez egy kicsit hosszabb időt vesz igénybe, de ahogy ez elkészült, ez gyorsított ütemben zajlik, hiszen ezzel a pénzzel el is kell tudnunk majd számolni, még az idén, és ezért fontos, hogy a pénznek a költése az megkezdődjön egy belátható időn belül. Ahhoz viszont szükségesek, hogy a munkálatok is megkezdődjönek. Én azt hiszem, hogy ahogy ezek a tervek elkészültek, akkor ezek a munkálatok is megkezdődhetnek majd. Mit szólnak azokhoz a különféle internetes fórumokon megjelenő hozzászólásokhoz, gyakran szabadkai közszereplők megnyilvánulásaihoz is, amely arról szól, hogy a magyar állam és az MNT rátenyerel azokra a szabadkai intézményekre, amelyek meghatározhatják ezt a várost kulturális és egyéb szempontból. Tudja, akár a zsinagóga kapcsán is felmerült ez, hasonló vélemények látnak napvilágot a Szent Teréz Székesegyház felújításával kapcsolatban is. Közös értékekről van szó, és azt hiszem, hogy a magyar közösség és hála a magyar államnak, hogyha ezt fontosnak tartja, mi pedig ebben komoly közvetítők akarunk lenni. Programunkban van, feladatunkban van a magyar összefogás. Az egész kampány ideje alatt erről beszélt, erről szólt, hogy hogyan tudjuk a kulturális turizmus szolgálatába állítani azokat az értékeket, látványosságokat, örökségeket, amelyek fontosak számunkra. Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy sem a zsinagóga esetében, sem pedig itt most a Szent Teréz Székesegyház esetében a legilletékesebbeket, a legérintettebbeket semmiképpen a Nemzeti Tanács nem akarja kihagyni, hanem azoknak akar segíteni. Mint kedvezményezett a lehetőséget szavatolja, ugyanakkor, ahogyan említettem is, a szabadkai püspökségnek a jogában áll, hiszen az ő épületében van, az ő épületéről van szó, tehát a Nemzeti Tanács ott igazán beruházásokat, közbeszerzési programokat, egyebeket nem is tudna megvalósítani. Tehát a szerződésünk is így szól, egy hármas szerződés van, amelyet a püspök úr írt alá, a Nemzeti Tanács elnök és a magyarországi adományozó. Tehát az első pillanattól kezdve már ez volt a fontos. Az, hogy a Nemzeti Tanács itt megjelenik, és ahol magyar érdeket szeretnénk képviselni, ahol azt szeretnénk, hogy az itteni magyarság számára is fontos épületek ennek a közösségnek igazi fényében, pompájában újuljanak meg, és nem csak a magyarok, hanem mindazoknak, akik itt élnek, akár hívők, akár nem hívők, szolgálják és segítsék az itteni életet. Az, hogy ezek az épületek úgy illeszkednek bele egy turisztikai útba, hogyha körbejárjuk Szabadka belvárosát, akkor egyik épület a másiknak adja át az ide látogató turistákat. Én azt hiszem, hogy balgassák, hogyha valaki így gondolkodik, és így nem látja meg annak a lényegét, annak a fontosságát, hogy minden épületnek megvan a tulajdonosa, minden műemléknek megvan a felelőse, és ebben kötelességünk, így a Nemzeti Tanácsnak is, hogy segítsük azokat, akik most ebben nem állnak olyan helyzetben, hogy ezt megtegyék, mi pedig, ha kedvezményezetként megtehetjük, akkor erővel, akarattal, jó szándékkal és fáradozással is tegyünk meg mindent. Én egy kicsit talán keményebben fogalmaznák ebben a dologban, én erre azt mondanám, hogy a maga Nagy Jugoszláviának is, de ugyanakkor a szerb államnak is az elmúlt évtizedekben megvolt a lehetősége, hogy ezeket a most, főleg a zsinagógára, ugye az UNESCO által is kiemelt fontosságú, jelentőségű épületet hangsúlyozza, vagy akár a Székesegyház, mert hiszen kevés és ritka azon épületek közé tartozik, amely jó lehet kései, de még az eredeti barokkot képviseli, egy csodálatos építmény, a szakralitását leszámítva és azon túlmenve, tehát ahogy már az előbb is fogalmazta, egy műemlék, tehát nagyon soknak megvolt a lehetősége, sőt voltak olyan politikai pártok, akik azzal próbáltak maguknak szavazatokat szerezni, hogy megígérték a nagy templomnak a felújítását nem is olyan régen, még 2007-8-ban.
viszont még csak a tárgyalásokig sem jutottunk el, mint ahogy ez a jó szándék és konkrét lépések például a jelenlegi polgármester úr részéről megvoltak. Jó lehet a gazdasági krízist ismerve nem mindig jutottak el arra pontra, hogy akár anyagi befektetések is lehessenek. Én úgy érzem, hogy a lehetőségek nagyon sok, tehát évtizedeken keresztül megvoltak, és az viszont, hogy bizonyos értelemben, tehát a magyar ember, aki ezeket valamikor felépítette is, most bizonyos értelemben akár 99 évig szeretne ott lenni. Tehát ugye emlékezünk csak a Risztics időre, amit hát kulturális botrányok történtek, megszentségtelenítése egy szakrális térnek jól lehet nem arra használták. Ezeket ki kell védeni, ezekre vigyázni kell, tehát nyilván ezek a kulturális intézmények fontosak és kiemeltek, viszont az tény és azt kell hangsúlyoznunk, hogy hál' Istennek ezekről a dolgokról most már nem csak beszélünk, hanem konkrétan pompájába vissza tudjuk állítani, amely viszont ne legyen senkinek sem száka, hiszen ez nagyon sok pozitívumot fog ennek a városnak jelenteni, mind turisztikai szempontból, mind kulturális szempontból. Ebből csak profitálni fogunk. Önnek köszönöm, hogy eljött hozzánk, és késik Újvidékről, ahol előadást tart. Önnel, elnök úr, mindjárt folytatjuk, előtte azonban nézzünk meg egy társadalmi célú felhívást, hogy Paskó Csaba, a Magyar Nemzeti Tanács végrehajtó bizottsága elhagyhassa ezt a stúdiót. A Tartományi Gazdasági, Foglalkoztatási és Nemi Egyenjogúsági Titkárság pályázatot hirdetett közmunkaprogram pénzelésére. Határidő március 18-a. Magán- és állami cégeknek és szervezeteknek gyakornokok alkalmazására. Határidő március 18-a. Munkáltatói támogatásra, új munkaerő felvételére. Jelentkezni a pályázati keretösszeg kimerítéséig, de legkésőbb október 1-ig lehet. Munkanélkülieknek önfoglalkoztatás támogatására. Jelentkezni a pályázati keretösszeg kimerítéséig, de legkésőbb október 1-ig lehet. Részletek a www.spriv.vojvodina.gov.rs honlapon. A stúdióban pedig továbbra is itt van Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Beszéljünk az MNT mai üléséről. Kezdjük, haladjunk sorrendbe. Ugye az egyik fontos határozat az volt, hogy Budiszava helység név ezentúl hivatalosan is Tisza Kálmán falva. Miért olyan fontos ez? Hát azt hiszem, aki magyarul beszél, akinek fontos az anyanyelve, akinek fontos egy-egy körülötte fölnövő virágnak a neve, a dűlők, az utak, az utcák elnevezése, hogy anyanyelven köszönjenek rá. Mindezek akkor a legfontosabb az, hogy hol születtem, hogy annak a településnek a magyar nevét használja egy közösség. Szóval a helyiek kezdeményezték? A helyiek kezdeményezték, és ebben az a szép dolog, hogy régóta kezdeményezték, és valahol mindig a politika úgy ítélte meg, hogy erre a lépésre nem tudta rászánni magát. Magyarázza el nekem, hogy a politika szerint miért nem lehetett Budiszava, Tisza Kálmán falva, hogyha egyéb helység neveinknek is adott ugye a magyar hivatalos elnevezése, és használjuk is, amennyire ez igyekszünk. Egy érdekes történet. Tehát a Tisza Kálmán, akiről ugye, ha most elolvassuk, hogy ki volt, és mit jelentett a magyarság számára, az itt élő magyarság számára, hogy a falu, amely 131 évvel ezelőtt jött létre, akkor is úgy ítélték meg, hogy egy olyan miniszter segítette, támogatta őket, később is utánuk nyúlt, ott volt, bábáskodott a falu körül, hogy megérdemli, hogy ezt ennek a nevét fölvegye a falu, és ápolja, és vigye tovább. Budiszava pedig egy erdő volt, ahol ugye elkezdték ezt az új települést fölépíteni. És hát 18 után, ugye abban a pillanatban a politika azt mondta, hogy ez mindig is Budiszava volt, 41-től 44-ig ismét visszakapja a falu magyar nevét, és azután pedig
Tisza Kálmára való hivatkozással, amikor ugye Budiszava nevet viseli, de egészen a 2000-es években sem tudott a Nemzeti Tanács olyan döntést hozni. Sőt, mert mi kell ahhoz, hogy az MNT döntést tudjon hozni? Hát jó akarat. Jó akarat és megértés, és én azt gondolom, hogy most ez történt. Tehát mind a Hivatalos Nyelv és Íráshasználati Bizottság, mint a Végrehajtó Bizottság, vagy mindenki, aki itt volt ma is, felszólalt az MNT ülésen, érezte és tudta, hogy egy közösség a saját nevét, magyar nevét szeretné használni a jövőben, ehhez ragaszkodik, ez az életének a meghatározó, egyik fontos meghatározója, identitását befolyásolja, hát ebből adódva magától értetődő. Tehát épp azt próbáltam elmondani, hogy minden más okot fölhoz az ellene érvelők korábban, a korábbi években, egy dologról feledkeztek meg, hogy egy közösség ott van, és ez a közösség magyar közösség, és nekik ez nagyon fontos és nagyon jelentős. És hát ebben az esetben úgy gondolom, hogy a döntés nem volt nehéz, aláírásokat gyűjtöttek, a kezdeményezés megszületett, és hát az, ami szép volt, hogy azért a Nemzeti Tanács minden tagja érezte ennek a döntésnek a súlyát, fontosságát. Annak ellenére, hogy ismét valahol mindig belebonyolódunk olyan kiszerű dolgokba, érvelésekbe, magyarázatokba, ki kezdeményezte, hogyan, miként, ami az ember számára a legtermészetesebb a mai világban, hogy ezentúl magyarul nevezhetjük, ez a jogunk megvan, ez a lehetőségünk megvan, akkor miért kell nekünk milliónyi más gonddal, problémával foglalkoznunk, magyarázatokat, kérdéseket föltenni. De azt hiszem, hogy a mai ülés más szempontból is erről árulkodott, erről szólt, hogy... Mindjárt rátérünk arra, én arra kérném csak, hogy még nagyon röviden válaszoljon arra, hogy a most már Tisza Kálmán falviaknak a gyakorlati életben ez mit jelent? Tehát például változik-e bármi körülöttük, azon kívül, hogy jól érzik magukat, és teljesült egy... Hivatalos elnevezése lesz majd a településnek, ennek megvan a jogi procedúrája, ez megtörtént, és azon túl nyilvánvalóan, hogy a szerb és a magyar név használata egyszerre párhuzamosan fog megtörténni. Beszéljünk még arról is, hogy ugye a tanács egyablakos ügyviteléről szóló záradékot hoztak meg, fogadtak el. Ez mit jelent? Hát amiről az ülésen beszéltünk, az elsősorban ez az elektronikus változata volt. Tudnunk el azt, hogy a Nemzeti Tanácsnak a korábbi években elég sok olyan programja, ösztöndíj programjával kapcsolatban, a civil szervezetekkel kapcsolatos programok, azok nem közvetlenül az MNT honlapján jelentek meg, hanem kihelyezett különböző szervereken, rendszergépeken működtek. Mi mindent egy helyre próbálunk összevonni, a Nemzeti Tanácson belül egy helyen próbáljuk ebben a virtuális világban megjeleníteni mindezt, az űrlapoktól kezdve a törvényeken át, a közvetlen elektronikus kapcsolatig, mindazokkal, akik érdeklődnek a Nemzeti Tanács munkája iránt. De amiről nem beszéltünk most, és amit én nagyon fontosnak tartok, hogy az egyablakos rendszer az egy ajtót is jelent. Azt jelenti, hogy aki bejön a Nemzeti Tanácsba, az mindig egy illetékes ember tudjon találni, aki tud neki segíteni, aki meg tudja hallgatni. Ez kérelmét. A valós fizikai életben? A valós fizikai életben is. Tehát nem azt jelenti, mert ugye itt fölmerült, hogy az idősebbek az internettel kapcsolatban hogyan tudnak majd közreműködni, mit tehetnek. Hát a világ arról szól, hogy közvetlen kapcsolatokat képíteni az emberekkel, és nem csak a Nemzeti Tanács székházában, hanem a terepen és a helyszínen is megjelenni, ott lenni. És hát a sok apró ügyek mellett azt hiszem, hogy arra kell a következő hónapokban törekednünk, hogy hogyan tudunk átvágni ezen a bozótoson, amelyet ugye állandóan itt körülvesznek bennünket, és az irányt hogyan tudjuk megmutatni, hogyan tudunk úgy előre lépni, hogy az egyszerű emberek érezzék, hogy a Nemzeti Tanács igenis tudja, hogy mit akar. A legfontosabb azt hiszem az oktatáson belül hamarosan olyan megnyilatkozásokat próbálunk, olyan véleményeket begyűjteni, összehangolni, amely megújítja azt a világot, amelyet ugye eddig az oktatási stratégiában egységesítettük, mi pedig most egy más formában, másként próbálunk napra készen azonnal cselekedni, tenni, lépni ez ügyben. De hasonló feladatok várnak a kultúrában ránk, a tájékoztatás itt van körülöttünk, hiszen frekvencia elosztástól kezdve a privatizáción át mind-mind itt van, és a
az a jó, hogy az ember azért látja, hogy lehet megoldásokat találni. Ehhez viszont közreműködés és jó szándék is kell, nem csak az örökösen arra figyelő, rosszindulatú tekintetek és szándékok, amelyek ugye ezt a munkát próbálják gátolni, ahelyett, hogy közösen együtt próbálnánk erről haladni. Még két témát mindenféleképpen szeretnék érinteni, az időnk viszont elfogyott, próbáljuk meg azért gyorsan ezeket elintézni így idézőjelben. Ugye döntöttek arról is, hogy kik kerülhetnek például Temerinben, Zsabján a Nemzetek Közötti Viszonyügyi Tanácsba tagként. Hogy látja, hogy fontosak ezek a tanácsok? Végeznek valós munkát, vagy ez egy... Ha olyan emberek kerülnek oda, akkor fontosak lehetnek. Tehát nagyon fontos az, hogy kik kerülnek oda, milyen magyar érdeket tudnak képviselni, és hogy az a magyar érdek hogyan tud találkozni a Nemzeti Tanács elvárásaival, hogyan tudunk közösen építkezni ilyen ügyekben is, akár Zsabjáról legyen szó, vagy akár Temerinről. Aki figyelte az MNT üléseit, és esetleg összevetette a korábbi mandátum üléseivel, hát itt jócskán röpködnek a különféle bekezdések, szakaszok, paragrafusok. Miért van ez így, hogy lassan már a nézőnek is jogásznak kell lennie, hogy megértse, hogy mi történik az MNT ülésén? Hát én azt hiszem, hogy akik a tartalmi lényeges, fontos dolgokra nem tudnak odafigyelni, akik nem látják, hogy mit akarnak, nem látják a célt, nem látják az esélyt, a lehetőséget, azok próbálnak belekapaszkodni ezekbe a paragrafusokba, ezekbe a kis módosításokba, egyebekbe. Én annak örülök, hogy azért a nézők is, a közvélemény, és mindenki látja, hogy nem szabad megengednünk, hogy vele bonyolódjunk abba a jogi, terminológiai megkötésekbe, amelyeket lényegében kitalálunk, és önmagunkat kötjük gúzsba, és ellehetetlenedik a munkánk. Erre komoly példát látunk az elmúlt 4 évben. Én azt hiszem és azt látom, hogy a tartalmi ügyekben tudjuk, hogy merre akarunk menni, mit akarunk tenni, és hála Istennek, ezt látja az ember épp Magyarországon, az Alkotmánybíróság új elnöke nyilatkozott arról, hogy a jogállamiság kérdőjeleződik meg, hogyha minden pillanatban olyan jogi procedúrákat vezetünk be, amelyek módosításával újabbakat, és egyszer csak oda jutunk, hogy képtelenné válik a teljes rendszer működtetése. Nekünk józan, paraszti észre logikával kell azt a világot meglátni, amely a jogászok nagy segítségét kell, hogy adja, de ugyanakkor ebben a világban a józanésznek, az akaratnak, a tettnek kell diadalmaskodnia. Elnök úr, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen én is. Maradunk még mindig egy kicsit a Magyar Nemzeti Tanács ülésénél, illetve az MNT apropóján. A délelőtt vettünk fel egy interjút Virág Gáborral, a Fórum Könyvkiadó Intézet igazgatójával. Szintén napirenden szerepelt egy módosítás az MNT mai ülésén, ezzel pedig lehetővé vált, hogy olyan sok időt követően szerb-magyar középszótár jelenhessen meg mindannyiunk okulására és tanulására. Milyen termés várható a fórumtól 2015-ben, mire fókuszálnak? Valójában a 15-ös terv módosításáról van szó, tehát az eredeti tervünket már elfogadta a Nemzeti Tanács még decemberben. A módosítás lényege viszont tulajdonképpen egy címszó, ez pedig a szerb-magyar középszótárnak a beiktatása az éves tervben. Egy évtizedes adósságát pótolja ezzel a vajdasági magyarság, ugyanis a 70-es években jelent meg utoljára szerb-magyar szótár, és hát végre elkészült a kézirat. Ez egy nagy projektje a Magyar Nemzeti Tanácsnak, legalábbis a korábbi összetételben így hangoztatták, aztán valahogy az első 4 éves mandátumban nem sikerült megvalósítani. Hát igen, így van, többszöri nekifutás után néz ki úgy most, hogy sikerült megegyezni a szerzőkkel, illetve hát még vannak bizonyos törvényes feladataink, amiket le kell folytatnunk, mielőtt megjelenhet ez a kézirat. De minek kell nekifutni ennyiszer, hogy összejöjjön egy szótár?
Hát avasson be bennünket. Az anyagiaktól kezdődően a szerzőkkel való egyeztetés, a szerzők közbeszerzeztetése, és akkor még nem is beszéltünk magáról a kézirattal való foglalkozásról. Egy nagyon komoly falat ez a kiadó életében, és az biztos, hogy egy 6-7 hónapig el fog húzódni csak a kéziratnak a lektorálása, tördelése, szerkesztés, korrektúra, úgyhogy valóban egy komoly munkáról van szó, és hát utána pedig még a nyomdaköltség, nyomdának a közbeszereztetése, tehát rengeteg feladatunk lesz ezzel, az biztos. Ilyen szótárra számíthatunk, olyan, amiben minden megvan, amire mondjuk 2015-ben szükség lehet? Hát mondjuk a szakterminológia az bizonyára egyes esetekben hiányozni fog, de a mindennapi használatra, illetve hát ahhoz, hogy az ember elboldoguljon, az mindenféleképpen jó lesz. Én többször beszélgettem a szerzőkkel, és ők már párszor felváltozolták azt, hogy milyen szintekre nem lehet egy ilyen középszótárral eljutni, de hát az, hogy az ember megértesse magát, illetve köznapi szövegeket fordítson, arra megfelelő lesz. Drága lesz ez a szótár, vagy például családos emberek is megengedhetik maguknak otthoni használatra, gyerekeknek iskolába? Hát mivel többféle támogatás van a szótárra, illetve hát dolgozunk azon, hogy legyenek még támogatások, megpróbálunk minél alacsonyabb árat, kiskereskedelmi eladási árat megszabni. Egyébként ez különben is a fórumnak egy célkitűzésre, hogy ne annyira a nyereség legyen az elsődleges célpont, hanem az, hogy minél több olvasóhoz eljussanak a kiadványaink. Mond egy összeget is. Hát ezt így előre még nem tudom megmondani, de körülbelül az a 2000-2500 dinár körüli összegre számítunk. Persze ez módosulhat aztán a nyomdaköltségtől, illetve hát a különböző költségeinktől kifolyólag, de tudva az, hogy ez egy komoly kiadvány lesz, én úgy gondolom, hogy ez egy megfizethető ár, illetve hogy mennyire szükséges a mindennapi életünkbe is, illetve hát nagyon sok embernek, könyvtáraknak, intézményeknek, úgy gondolom, hogy ez kifizethető lesz. Hány példányban nyomtatják majd? Ez még bizonytalan, szintén támogatásoktól függ, de biztos vagyunk, hogy utánnyomása is lesz a kiadványnak. Az első körben hány embernek lesz az a kiváltsága, meg hogy megvásárolhatja? Tehát mennyi az a minimum példányszám, amiben nyomtatni fogja? Több ezer példányba gondolkozunk mindenféleképpen, de hát mondom, itt nagyon sok összetevő van. Egyelőre csak meg lehet satszolni, hogy a nyomdaköltség mennyi lesz, és hát annak a függvénye is a példányszám, és az ár is, és a továbbiak. Könyvesboltokban lehet majd kapni, vagy pedig megrendelésre? Hát valószínűleg, hogy meghirdetünk egy előfizetési akciót is, utána pedig hát a nagyobb településeken, ahol ugye hát vannak könyvesboltok, ott mindenféleképpen megvásárolhatóak lesznek, illetve ezt már több helyen is elmondtam, és ezt tapasztalom is, hogy a legkönnyebben továbbra is az interneten keresztül lehet megszerezni a kiadványainkat a www.forumliber.rs címen. Annyira különbözőek a könyvesboltok egyes településeken, különbözőek a viszonyok, a feltételek, hogy ezért az egy terjesztési módért tudunk 100%-ba garantálni. Ott élnek mindenki ezzel a lehetőséggel a vásárlók? Egyre többen, és hát ezt próbáljuk is népszerűsíteni. Persze azért dolgozunk azon is, hogy a könyvesboltokban is megtalálhatóak legyenek a kiadványaink, de ahogy mondtam is, ez minden településen, minden könyvesbolt esetében más-mások az eladási stratégiák, mind a mi stratégiáink, úgyhogy ez a legbiztosabb az internet, és ezt szerencsére ezt az emberek kezdik is érezni. Ugyanakkor számunkra is... Ha már a stratégiáról beszélünk, már mint az eladási stratégiáról, akkor milyen stratégiával viseltetnek itt nálunk a könyvesboltok a fórum kiadványai iránt? Például a 7 nap esetében jó, nem egy kategória természetesen, de hallottam sok olyan kritikát, hogy jól eldugva árusítják, hogy biztosan rákérdezzen az ember, hogyha eszébe jut és meg szeretné vásárolni. Hát látunk ilyet is, olyat is. Például sokáig harcoltunk azon, hogy Újvidéken is kaphatóak legyenek a könyveink, ugye hát Újvidéken van a kiadó székhelye, aztán nagy nehezen, akivel sikerült szerződést kötnünk, hasonlóan jártunk mi is, hogy én magam is bementem és kerestem a könyveinket, aztán az egyik eldugott sarokban találtuk meg. Szerencsére erre vannak ezzel szemben olyan példák is, például is Szabadkán, ahol
A kirakatban is megtalálhatók a könyveink, illetve a könyvesboltok is szükségesnek látják azt, hogy ezeket a könyveket az olvasók is minél könnyebben meg tudják szerezni, illetve vásárolni. A fórumnak is van egy közszolgálati szerepe, hogyha fogalmazhatok így, tehát nem mindegy, hogy mit ad ki, vannak elvárások, igények, vannak olvasó igények, vannak politikai igények, vannak kultúrpolitikai igények. Melyek a legkeresettebb kiadványok? Tehát mondjuk a könyvbusz állomásain mi az, amit kerestek az emberek? Egyáltalán van-e megfizethető igény a könyvire? Hát, amit láttunk az elmúlt években, az mindenféleképpen a magyar nyelvkönyv a szerb anyanyelviek számára, tehát eznek háromszoros utánnyomása is volt. Nem titok, hogy ezt beközrejátszott a magyar állampolgárság megszerzése is. Egyébként pedig ez változó. Én úgy látom, hogy egyre nagyobb, illetve hogy sikerült a rengeteg könyvbemutatónak, könyves rendezvénynek köszönhetően több olyan kiadványt is annyira népszerűvé tennénk, hogy keresettek lettek, és itt verses köteteket, próza köteteket is említhetek. Mondjuk tudni kell, hogy eleve kis példányszámban jelennek meg ezek nálunk, de viszont van egyfajta, úgy mondanám, hogy egészséges érdeklődés ezek a kiadványok iránt. És hát említette az elvárásokat, hát illetve szempontokat, hát próbálunk elsősorban a minőségi szempontoknak megfelelni. Úgyhogy ezt büszkén mondhatom, hogy több olyan kiadványunk is van, illetve az idejében azt is céloztuk meg, hogy az összes kiadványunk olyan legyen, amit büszkén tudunk bemutatni akár Budapesten, akár Belgrádban, Újvidéken, Szabadkán, bárhol. Keresem itt a gyermek irodalom jegyzéket, hogy mit is adnak ki, ugye Toma Viktória, Szél Jankó és a Kis Család újabb kalandjai például. Miért nem tudom én ezt megvásárolni a gyereknek az általános iskolában? Minden hónapban kap egy megrendelőlapot, és az nem a fórumi, hanem magyarországi könyvek itteni terjesztőjé, pedig milyen jó lenne mondjuk 3 havi lefizetésre megvenni, és otthon Toma Viktória könyvét olvasni, aki mégiscsak a mi szerzőnk. Hát dolgozni fogunk majd ezen, és elég sok iskolába elmentünk személyesen a könyvvel, és hát ott népszerűsítettük. Aztán az, hogy a iskolákon keresztül hogyan tudni kell azt, hogy mi csak könyvkiadással, nem pedig könyvterjesztéssel foglalkozunk. Tehát a könyvterjesztés az egy külön üzleti ág, ahol a jogosultságokat kell szerezni ahhoz, hogy az iskolába be tudjunk menni, és ott is hasonló módon mi is népszerűsítsük a kiadványainkat. Mert hogy nem csak erre az egy könyvre gondolok, mert például azon a másik bizonyos listán akár magamnak is vehetek szakácskönyvet, vagy itt választhatnánk azért egy csomó kiadvány közül. Miért nincs erre partner? Nagyon áldatlan helyzetben van a könyvkiadás, mint nálunk, mint Magyarországon. Egyszerűen olyan feltételeket szabnak meg a terjesztők, hogy nagyon komoly harcok árán tudunk működni, és a fórum mondjuk még kivételezett helyzetben van, ugyanis mi nem a piacról élünk elsősorban, hanem közintézmény vagyunk, többféle támogatást kapunk, de egyszerűen azt látjuk, illetve amikor beszélgetünk a többi kiadóval, magánkiadókkal például, vagy magyarországi komoly nagy kiadókkal, hogy ők is rengeteget küzdenek az eladókkal, a könyvesboltokkal, a könyvesbolt hálózatokkal. Egyszerűen tudni kell azt is, hogy a fórum azért a nagy magyarországi kiadókhoz képest egy kis kiadó, és a mi példányszámaink például nem is érik el azt a számot, hogy egy magyarországi komolyabb könyvesbolt hálózat szóba álljon velünk. Aztán most mondanék másik példát is, ugye vannak különböző állami segítségek ahhoz, hogy a könyvesboltok eljussanak a könyvtárakba például, de ott is olyan feltételeket szabnak meg ezek a különböző pályázatok, hogy egyszerűen nem éri meg az embernek, hogy részt vegyen rajta. Két példát mondanék, a szerbiai például olyan kis százalékát fizeti meg az eladási árnak, hogy egyszerűen veszteséges a részt venni a pályázaton, a magyarországi kiírásba pedig most egy új tételként felkerült az, hogy nekünk kell postázni a könyveinket, és hogyha ott is kiszámolom a postaköltséget, hogy Újvidékről eljutassam Budapestre, vagy Debrecenbe, vagy tehát külföldre, akkor egyszerűen nem keres rajta semmit a kiadó. Köszönöm, hogy eljött. Szívesen, köszönöm. Hazamegyek, nem megyek.
Hazamegyek, nem megyek, hazamegyek, nem megyek. Az élet nagy kérdései ennél egyszerűbbek, vagy mégsem? Diplomahonosítás egyszerűen, gyorsan. Részletek a Magyar Nemzeti Tanács hivatalában. A szülőföld hazavár. Hazamegyek. Színvonalasabb járművezetőképzést, hatékonyabb és sűrűbb forgalom ellenőrzést ígér a szerb belügyminiszter, és készül az új közlekedésbiztonsági törvény is. Vendégem a közügyekben pedig Fehér László közlekedési mérnök, akivel délután rögzítettük a beszélgetést. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Mi a baj a mi közlekedésbiztonsági törvényünkkel, ami életben van? Ezzel a törvénnyel szerintem nincs sok baj, csak be kell tartani. Ugyanakkor ez a törvény ugye 2010. január 1-től lépett életbe, tehát már itt van lassan 4 éve működik, és hát találtak különböző hiányosságokat, és azokat is próbálják javítani, mert most ugye egy módosítási javaslat van, tehát nem új törvény lesz, hanem csak módosítják a meglévő közlekedési biztonsági törvényt. Na most ez az egész azzal kezdődött, hogy szeptember-októberben azok a fiatalok belehajtottak a Dunába, 3 fiatal meghalt, és ez provokálta ki a hatalom reagálását erre a dologra, és akkor az mellett, ha már akarnak szigorítani a kezdő sofőrök közlekedésben való részvételével, akkor egyéb dolgokat, amit észrevettek, hogy talán hiányosság ennek a meglevő törvénynek, azt is megpróbálják kijavítani, és így lett egy egész nagy módosítási javaslat tervezet, amit a belügyminisztérium hát remélhetőleg továbbítja most már a kormánynak is. Ugye általában az szokott lenni, hogy a fiatalokkal akkor történik valami baleset, súlyos közúti baleset nagyon gyakran, amikor szórakozó helyről hazafelé mennek és isznak. Sokat isznak, vagy esetleg más szereket fogyasztanak. Ezen mit javíthat a törvény szigorítása? Most igen, ezek az úgynevezett diszkóbalesetek, mi ahogy a szakmába hívjuk, tehát hogy éjjeli mulatozás, fáradtság, néha ugye alkohol befolyásoltság, vagy esetleg kábítószer, nyugtató hatására, meg utána a hősiesség hatására, hogy gyorsan, minél jobban lehessen hajtani, megmutassuk, hogy mennyit bír az autó, meg mennyit bírok én, és akkor történnek általában lerepülések az útról, és hát tragikus vége van az ilyen dolgoknak. Most ez az új törvény, nem tudom, hogy mennyit fog ez miatt szigorítani, mert eddig is a 2010-es törvényben benne volt, hogy este reggel 5-ig nem hajthattak egyedül a kezdősofőrök. Most reggel 6-ig. Ez nem tudom, hogy mennyit fog változtatni, mert általában 3-4 órakor szoktak bezárni a diszkók vagy a szórakozóhelyek. Aki pedig esetleg megvárja a 6 órát, és utána indul haza, az mennyivel lesz józanabb? Tehát ez mondjuk egy érdekes dolog. Tehát ez még egyébként olyan kritika is érte ezt a módosítási javaslatot, hogy azok, akik munkába mennének, mondjuk pékek és fiatalok, és esetleg még családos emberek is, tehát éppen semmit nem tettek azért, hogy diszkóbalesetek lehessenek, vagy egyéb más közúti baleset, azok nem igazán tudnak magukkal majd mit kezdeni. Igen, tehát ezeket teljesen kizárja, mert nem is arról van szó, hogy fiatalok, hanem kezdő sofőrök. Tehát a 40 éves koromban vizsgázok le, ugyanúgy vonatkozik rám az a 2 év tilalom, a éjszakai hajtás, ami pedig mondjuk sokan azért is tették le a vizsgát, hogy esetleg könnyebben kapjanak munkát, vagy a munkahely kényszerítette, hogy utazzon, és kell az a valamilyen B kategória, amit most ugye meg kell, hogy kapjon. Ezt mondjuk, ezt nem találom jónak, de úgy látszik, hogy egyfajta közvélemény nyugtatás véget lett, és hát mondjuk a belügyminisztérium emberei így gondolták, hogy ha minél jobban szigorítanak, akkor az eléri a hatását, de én itt ebben stúdióban mondtam akkor is a kollégájának, hogy
eddig is a törvények szigorítottak voltak, nem szabad volt éjszaka hajtani, alkoholt nem volt szabad hajtani, engedély nélkül nem volt szabad hajtani, csomagtartóba se volt szabad utazni, és mégis megtörtént. Tehát ez azokat, akik nem tartják be a szabályokat, szerintem nem fogja nagyon elrettenteni. Mi rettenteni el őket? Azt mondják az emberek, hogy a sűrűbb ellenőrzés és a kemény büntetések. Igen, tehát az az egész, hogy minél többet kint legyenek a rendőrség emberei az utakon, esetleg a nagyobb szórakozó helyek környékén, tehát már amikor a parkolókból jönnek ki, akkor ellenőrizni, hogy ne engedjük ki a forgalomba. Emellett pedig ilyen társadalmi, ami a médiára is vonatkozik, hogy a társadalmi ráhatás az embereknek, hogy ezt ne csinálják, ne hajtsonak alkoholhatás alatt, fáradtan. Ez mellett van, de nyugaton az nagyon divat volt, hogy úgynevezett ingyen kólát vagy alkoholmentes italt kapott az, aki mondjuk ha öten jöttek, és aki sofőrt vállalt, hogy sofőr legyen, az egész éjjel a szórakozó helytől kapta az italt, vagy esetleg a szórakozó helyen azok, akik a biztonságot ellenőrzik, amikor látják, hogy valaki alkoholos állapotban ül a kormány mellé, hogy attól megvonják, ők elveszik a kulcsot, és esetleg hívnak taxit vagy valakit. Tehát ez is hozzájárul. Ugyanakkor ezek és pénzbüntetés, erős pénzbüntetés, ez talán, ami mondjuk hathat, mert a fiatalok, meg az egész addig életet, hogy nő fi a család, vagy mennyire van az, hogy be kell tartani a szabályokat, mert minden szabály annyira jó, amennyire ezt betartják. Lehet az a legjobb szabályozás is, meg legnagyobb represszió, ha nem tartják be. Tehát az egyik először rá kell kényszeríteni magunkat, hogy azt az előírást, még ha rossz is próbáljuk meg betartani, ugyanakkor, és akkor jön az államnak a másik szerep, ez a represszió. Beszéljünk még arról is, hogy arról is volt szó, hogy szabályozzák azt is, hogy mekkora autót hajthatnak majd a kezdővezetők, jól emlékszem, ugye? Ez mellett is hangzottak el érvek, és ellenérvek is elhangzottak. Tehát először, amikor bedobták a köztudatba, akkor azt mondták, hogy a lóerő alapján csak, ami mondjuk nem biztos, vagy még térfogat alapján, ami nem biztos, hogy jó. Most próbáltak valami olyan a megoldás, ami most van a közvitán, tehát amit a belügyminisztérium föltett a honlapjára, az energia és az összsúly aránya, tehát hogy ne bírjon az autó, tehát hogyha nagyobb az autó, akkor lehet nagyobb térfogatot, nagyobb ereje, hogy ne bírjon ugrálni, tehát ne lehessen gyorsan robogni vele, tehát nagyon gyorsítani, de ez sem megoldás, tehát az a célt, amit gondolnak, hogy nem lehet gyorsan hajtani, nem lehet részeg hajtani, az eleve nem, mert egy kis autó, egy kis Matiz, az is megy 110 húzza, és azzal is le lehet hajtani az útról, be lehet hajtani a Dunába, Tiszába, vagy ami van. Tehát ez nem biztos, hogy megakadályozza. Az esetleg, hogy olyan autókkal mondjuk nem lehet versenyezni, mondjuk amit szoktak csinálni, hogy áthajtanak végig a pirosokon, még nem gyorsul föl, tehát eleve ezzel annyit talán elbírnak érni. Milyen olyan jellegű módosítások várhatók még, amelyek esetleg a gyakorlatban hozhatnak eredményeket? Tehát amiről úgy látja a szakma is, hogy igen, ez rendben van, ezzel teljesen egyet tudunk érteni, mert ez meghozza a várt eredményt. Van-e ilyen módosító javaslat? Hát magában ezzel a fiatalokkal én külön nem látom az, amit csinálnak. Hogy egyedül csak az, hogy tényleg nagyon drákai szigor vetnek fel, például az, hogy elkobozhatják az autót. Mondjuk az én személy szerint, ezt már nyilatkoztam több helyen, hogy ez alkotmányjogi, személyési jogi, meg vagyonjogi kérdéseket is felvethet, mert hogyha maga kölcsön adja nekem az autót, hogy valakit elvigyek, és közben utána berúgtam, és csak nem csináltam semmit, csak mondjuk 2 promil, persze, hogy az szabálysértés, még el kell vegyék az engedélyemet, még azok a pontok, ez mind igaz, de a maga autója azért nem veszhet el. De ez akkor így megmaradt ez a terv? Ez a terv benne van most is, és mondjuk mi is legyen a rentakár autókkal, akik mondjuk a maguk cégének a sofőrjei, hogy isznak, akkor a cégtől kobozzák el az autót, tehát ezek, és nem a jármű, a hibás azért, hogy valaki részeg volt, tehát ezeket a dolgokat azért én nem tudom megérteni. Ezt is megértem, tehát, hogy akkor elrettentő erőt akarnak mutatni, hogy az emberek féljenek, hogy még az autójukat is elveszthetik, mint hogyha csencsülnének valamilyen árt.
Azt mondta, ugye, hogy közvitán van ez a folyamat, még majd csak idővel kerül a köztársasági parlament elé, tehát még sok módosítás bekerülhet a most tervezettek körébe. Lát-e ön erre bármilyen esélyt? Korábban a szakma részéről elhangzott, hogy nem igazán kérték ki a véleményt, amikor a tervezet készült. Most a közvita részben mennyire hallgatnak önökre? Nézze, mi maguknak elmondjuk, újságoknak megmondjuk, de én a szakszakmai szervezeteken keresztül nem láttam, hogy erre lehetett volna hatni. Ez inkább, most is azt mondom, hogy egy fajta köznyugalom elérése véget, és a törvényhozók lelkiismerete megnyugtatása véget lett, ez a része a törvénynek meghozva. A többi azok, mondjuk van nagyon sok jó dolog, mondjuk ez az oktatásra, hogy rendesen kell járni az előadásokra, akik autóvizsgára akarnak járni, a műszaki vizsgák szigorításánál is azok is pozitívak. Tehát ezek mind közlekedés biztonság tényező növelő intézkedések, ezek a részek. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Ez volt már a közügyek, köszönjük figyelmüket, holnap 18 órától várjuk Önöket ismét, szép estét!